A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégem Kis Zsolt, okleveles építészmérnök, építésztervező, építésügyi műszaki szakértő, és nem mellesleg, egyáltalán nem mellesleg a Jákiban tanít is, tehát tanárként is köszöntöm Önt, magas építőtechnikus tanulókat. No, hát én azt hiszem, hogy ez a sokszínű hivatásválasztás az megér annyit, hogy egy kicsit menjünk vissza a múltba, hiszen korán sem mindegy, hogy egy kisrácnak milyen indítatása van gyermekként, hogy egyáltalán azt azért nagyon is jól tudjuk, hogy azért az építészet különböző gyermekkori építőjátékok okán kellően népszerű, de hogy volt ez nálad? Tisztelettel köszöntök mindenkit, örülök, hogy itt lehetek is. Hát nálam ez gyerekkoromban mindig is érdekelt engem az építészet. Nagyon sokszor rajzolgattam. Ez a rajzolással kezdődött. Nagyon sok rajzom volt. Már gyerekkoromban rajzolgattam alaprajzokat. És nagyon meglepő, hogy engem az irodalom segített ebbe az irányba. Én nagyon sokat olvastam, nagyon sok könyvet olvastam, kalandregényt olvastam, és nagyon segített nekem, hogy kifejlődött az a képesség, amit most használok, hogy el tudok képzelni tereket. Kalandregényeket olvastam, amikor kisiskolás voltam, nem csak végig szaladtam a történeten, hanem elképzeltem, hogy a Winnetou elmegy a 30 méter magas mamutfenyő mellett a lóháton, és az olyan milyen magas az a mamutfenyő. Nagyon szerettem a történelmi könyveket, és mindig az építészet aspektusából figyeltem ezeket. Azóta is ez érdekel munkámban és a hétköznapokban is. A épített környezet, a magas építési létesítmények. Ebben megerősített egyébként a középiskola? Tehát ez nyilván, ha valaki gyermekfővel így kezdi az életét, akkor ez megmarad. Mindig is érdekelt, azonban én gimnáziumba jártam. Hát, hogy mondjam, ez mindig bennem volt, és mindig is érdekelt, és örülök, hogy végül is ezt választottam. Nagyon szerencsésnek tartom, hogyha az lehet a szakmám, amit igazán szeretek. A felsőfokú képzés az ugye alapvetés mindig. Igen. Milyen benyomások, milyen megerősítéseket kaptál a felsőfokon? Nagyon jó tanáraim voltak, akik igyekeztek megismertetni és megszerettetni velem ezt a szakmát. A legtöbb ilyen szakmai impulzust a felsőoktatás után a munkahelyében kaptam. Nagyon jó kollégáim voltak, akiktől sokat tanultam, de természetesen a felsőoktatásból indult ez a dolog. Hogy választottál szakirányt? Hiszen korán sem mindegy, hogy valaki a főiskolán, egyetemen, ha építészettel szeretne foglalkozni, akkor miben mélyül el? Hát ugye én a Alföldről származom, és ott egyértelmű volt számomra, ugye Ceglédről származom, és a Debreceni Egyetem volt elérhető közelségben, és ezért választottam a Debreceni Egyetemet a BSC képzésnek a megszerzésére. Ott pedig, mondom, hangsúlyozom, nagyon, nagyon szerencsés voltam a közeggel, a tanáraimmal, egy nagyon jó iskola volt. És aztán a mesterképzést azt Pécsen, a Pécsi Tudományegyetemen csináltam, ott szerkezettervező építész szakon, ami azért nagyon szerencsés szakválasztás volt, mert az építészetből engem legjobban a szerkezet érdekelt. Ugye az építész tud dolgozni városfejlesztésben, tud dolgozni tervezőművész irányban, belső építészet irányában, és én legjobban az épület szerkezettant szeretem.
azt, hogy egy pince mitől nem ázik be, azt, hogy egy lapos tetőnek a rétegrendje helyesen van összeállítva. Ezek kulcskérdések, ez nem vitás. Hát én úgy gondolom, hogy a szakmának minden aspektusa fontos, de engem elsősorban a szerkezettervezés az, ami érdekel, és nagyon, nagyon jó sikerült a szakirányválasztás a mesterképzésben. Ez azért szerencse dolga bizonyos értelemben. Hát, bár igen, ha valaki igen. tudatosan cselekszik, akkor nem lehet vitás, hogy, hogy ezen igen. a szakirányon belül a jó döntést hoz, vagy sem. Igen. Mikor kezdtél el tervezni? Kezdjük azzal, hogy mi hozott Székesfehérvárra? A munka. Én ugye, ahogy mondtam, az Alföldről származom, és az akkori aktuális munkahelyen vezetett ide. Én tulajdonképpen négy nagyon, nagyon fontos munkahely az, amit itt meg szeretnék említeni. Az első, az sok évet töltöttem a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium állományában, és a honvédség kapcsán kerültem ide Székesfehérvárra, és nagyon, nagyon megszerettünk itt. Ebből az időszakból az a tíz év volt a legjobb, amit a Honvédelmi Minisztériumban építésfelügyelőként töltöttem. Ugye a honvédségnek is vannak épületei országszerte, és akkor fiatalként nagyon-nagyon jó volt bejárni az országot, laktanyáról raktanyára a honvédségnek a különböző újépítésű épületeit, épületfelújításokat, energetikai korszerűsítéseket felügyeltük, és a szakmai színvonalat emeltük a munkánkkal, a kollégáimmal. Nagyon sok tapasztalatot szereztem akkor, és ami nagyon-nagyon fontos, talán még ettől egy picikét fontosabb, hogy nagyon-nagyon jó csapat volt. Tehát volt egy 8-10 mérnök voltunk egy osztályon, ezen a hatósági osztályon, és volt egy nagyon értelmes támogató főnökünk, aki ezt a közeget megteremtette, és nagyon jó kollégáim voltak. Baráti viszonyok alakultak ki kollégák között. Már nem dolgozunk ott sokan, de mai napig összejárunk, együtt elmegyünk horgászni, segítjük egymást tapasztalattal. Tehát ha nagyon jók ezek a szakmai baráti kapcsolatok ebből az időszakból, ha valami felmerül egy szakmai probléma, akkor felhívom a mérnök barátomat, és megbeszéljük, hogy ezt hogy gondolod, én így gondolom, és a mai napig segítjük egymást. Tehát van kihez fordulni, igen, ráadásul igen. így lehet a hétköznapokból is ünnep. Igen, igen, és ráadásul ők is egy kicsit olyanok, mint én, hogy a szakma érdekli őket, a hétköznapokban is, tehát hogy mondjam, én ezzel foglalkozom munkaidőben és munkaidő után is ezzel jár az eszem. Hát mondok egy példát, még sok évvel ezelőtt voltunk a feleségemmel Olaszországban, és nyaraltunk, csodálatos Amalfi parton, olasz kávét ittunk, faszerkezetű pergola, árnyékoló pergola alatt, szinte a tenger nyaldosta a lábunkat, és hát engem nem feltétlenül ez érdekelt, hanem az, hogy az a faszerkezetű pergola, ami alatt ülünk, hát nem megfelelőek az ácsköteései. Ugye milyen szerencsés az, ha valaki a hobbija, a szakmája, vagy azzal foglalkozik, ami érdekli. Azért most jöttem el, mert igen, tehát mindenki másra figyel, én azt hiszem, hogy ez nagyon helyes, hiszen mindenből lehet tanulni. Igen. Egy rövid kérdés, aztán folytatjuk egy kicsit másról. Azt hiszem, hogy egy építésznek, aki a 21. században végzett ebben a felgyorsult világban, a megváltozott építészeti kultúra, az milyen benyomást tett? Gondolok itt elsősorban arra, hogy bejárjuk a megyét, bejárjuk az országot át, elsősorban a kis településeken még most is kockaházak vannak zömében, tehát a régiek egyik oldalról. Ha a lakótelepeket nézzük, akkor ugyanazok a 4, illetve 10 emeletes házak vannak, kevés kivétellel országszerte. Tehát ön, illetve te, amikor végeztél, nyilván elindult már egy olyan folyamat, hogy megvolt a kitekintés a világra, igen. technikailag, és hát kinézetre is. Igen, igen. Hát ugye az a pár év, mióta dolgozom, az alatt is sok minden változott. Ahogy mondtad, a 70-es, 80-as években kockaházakat, talán mindenki hallotta azt a kifejezést, hogy kádár kocka. Igen. A kis településeinket ezek a lakóházak töltötték ki nagy részt, és akkor fejlődtek tovább a alkalmazandó építőanyagok, eljárások, és én amikor ezt elkezdtem, ebbe a kádár kockás időszakba illeszkedtem be,
És akkor utána már csináltunk modernebb épületformákat, utána jött a mediterrán, ami egyfajta divatot teremtett, és akkor utána most pedig a minimál stílus az, ami nagyon hódít, ezek a szürke, fehér, négyzetes kubatúrájú, lapos tetős épületek. Mindig úgy próbáltam, hogy próbáltam megtalálni ebbe a funkcionalitást, az, hogy annak az adott családnak, hogy lesz az az adott épület, tényleg az ő igényeik szerint való. Ugye itt, amikor az igény és a lehetőség találkozik kézenfogva, hát mert ez elsősorban ez pénzkérdés is, azt gondolom, hogy mostanság már, aki belevág egy ilyen építkezésbe, az mindenek felett meg kell, hogy bízzon a tervezőben. Igen. Tehát ez rendkívüli kihívás, az a fajta hivatás, amit te választottál magadnak. Én, ahogy mondtam, nagyon szeretem ezt. Hát nézd, nyilván én nem ez a... Hát, hogy is fogalmazzak? Nyilván a középület tervezés, a templomok, irodaházak, ez a szakmának egy magasabb, ugye általában azt mondják, hogy a lakóépület tervezés nem a szakma csúcsa. De én ezt nagyon-nagyon szeretem. Én ebben megtaláltam magamnak a szépséget, a kihívást. Nagyon szeretem azt, hogy jön egy fiatal házaspár, és akkor elmondják a kis igényeiket, ekkora nappali, ekkora konyha egybe, külön, akkor a konyhából szeretne kimenni a nappaliba, vagy volt olyan, hogy jött az úr, hogy előszoba és a konyha nagyon közel legyen, mert ő hazaér, lerúgja a cipőjét, és azonnal akarja írni a hűtőszekrényt, mert ő kivesz egy sört. Akkor e szerint kell megcsinálni, tehát, és nyilván persze mindezt össze kell fésülni, és bele kell vezetni a lehetőségek közé. Követed egyébként, illetve a felkéréseknél követik a nemzetközi trendet? Mi a szokás mostanság Magyarországon? Hát ugye itt a magyar építőipar egyfajta követő módszerrel dolgozik. Nagyon sok új eljárás és új technológia Németországból jön. És ennek kapcsán nagyon sok trend is. Ahogy említettem, én elsősorban szerkezettervezéssel foglalkozom, és ebbe a témába érdeklődök. Nagy lelkesedéssel tekintem az új eljárásokat. A kedvenc témám azok a épületszigetelések, alépítményi pinceszigetelések, lapos tetőszigetelések, és ebben a témában nagyon-nagyon nagy figyelemmel követem az új dolgokat, megpróbálok utána járni német szakanyagoknak, vannak nagyon tapasztalt korú kollégák, akik ebben a műegyetemen Pécsen viszik a prímet, megpróbálom az ő írásaikat követni. Amikor említettem egy barátomnak, hogy vendégünk leszel, aki hallomásból ismert téged, rávett, hogy kérdezem meg mindenképpen, hogy de hát nyilván ez azért buta kérdés, mert éghajlatváltozástól is függ, hogy miért nem terjednek el jobban hazánkban a könnyű szerkezetes házak, amik mondjuk 2-3 nap alatt megépülnek nagyon sok helyen, de elsősorban a mediterrán részeken, illetve hát Amerikában leginkább. Ez is, mint olyan sok minden, a fejekbe dől el. Nem tudok ennek külön szakmai okát mondani. Mi magyarok sokszor hiszünk valamiben. És itt Magyarországon a téglaépítés az, ami... cement. Igen, kérem. Itt ezt szeretik az emberek. Én most, ha így visszatekintek, jó pár családi házat sikerült, volt szerencsém már megtervezni, de nagyon kevés ember az, aki azt mondja, hogy én könnyű szerkezetet szeretnék. Az emberek még mindig a vászkerámia, a falazóelem, közismertek nevén téglafalban hisznek, és hát úgy érzem, hogy nyilván az építész mindig egyfajta igényeket szolgál ki. És nem feltétlenül, még a pályám elején sokszor meg akartam győzni embereket, ügyfeleket bizonyos dolgokról, most pedig úgy vagyok vele, hogy sok dolgot most már sok év után elfogadok. Hogyha valaki jön és ragaszkodik a vászkerámiához, ragaszkodik a téglaépülethez, nem akarom áttéríteni könnyű szerkezetre. Nyilván a könnyű szerkezetnek, vagy egy hagyományos nehéz szerkezetnek is megvannak az előnyei, megvannak a hátrányai. Azt azért itt érdemes elmondani, hogy amikor házat építünk, mindenki arra gondol, hogy ugye mindig jön a kérdés, miből van a ház. Hát kérem, és akkor téglából. Hát a tégla, a homlokzati fal, a háznak a 10%-a. Igen. Ezen felül még nagyon sok minden van, és nagyon sok minden kell, ami azt házzá teszi. Főleg manapság már
Hát ha most visszamegyünk ahhoz a Kádár kockához, amit említettél az elején, ott az épület szerkezet, az alaptest, a falazat, a födém, a tető szerkezet, ezek tették ki az épület nagy részét, és hát a bonyolult gépészet az egy gázkonvektor volt, és mondjuk a villamosságban villanylámpából három. Igen. Na most már ez egy kicsit megfordult, mert az épület szerkezet lassan már kisebbségbe kerül az épület gépészettel szemben. Ugye most már vannak komoly épületgépészettel bíró alternatív energiákat használó házak, ahol bizony az épület nagy részét nem az épület szerkezet, hanem az épületgépészet teszi ki anyagilag is. Ez megváltoztatta a tervező munkáját is? Igen, mindenképpen. Hát ha belegondolunk, egy 15 évvel ezelőtt terveztem egy házat, amit még kis túlzással hőszigetelni sem kellett, olcsóbbak voltak az energiaárak. Azóta az energiaárak drágultak, ugye a fosszilis energiaforrások egyre fogynak, és egyre jobban előtérbe kerül az, hogy az az épület alacsony, közel nulla energiafogyasztású vagy passzív jellegű legyen. És ezzel nyilván lépést kellett tartani. Igen. Az építész. Igen. Szakmának minden. Igen. Igen. És akkor itt van a következő történet. Nyilvánvaló, hogy az építészet, mint ilyen, mint hivatás, nem változott, népszerű. És népszerű a fiatalok körében is, gondolom én. Igen, igen. És hát most kérdezem a tanárt. Hiszen nyilvánvaló, ha valaki sikerül a saját választott hivatásában, és sikeres, akkor és elindul egy másik úton, annak oka van. Ez nem másik út, kérem. Ez egyáltalán nem másik út. Nem? Nem, nem. Ez ugyanaz az út, kérem. Hát nagyon jó dolog az építészettel foglalkozni, de nem csak úgy, hogy egy házat konstruálunk meg, hanem nagyon jó az építészettel foglalkozni, úgyhogy elmondom fiataloknak, hogy hogy kell házat építeni. Igen, nagyon jó dolog ez. Nyilván most minden szakmának vannak nehézségei. Sehol sem, tehát bármelyik munkahelyre elmegy az ember, mindenhol vannak nehéz dolgok. Viszont a jó dolgokra igyekszem koncentrálni. Nagyon jó dolog az, hogy fiataloknak elmondhatom, hogyan kell házat építeni. Ugye ott is az iskolában a hobbiból beszélek. Értem. Tehát ez nagyon jó, viszont rendkívüli felelősséggel. Igen, jár. Az biztos. Milyen tapasztalatokat szereztél a JÁKI-ban? Nagyon is jól tudjuk, hogy egyre inkább a szülők is afelé orientálják a gyerekeket, hogy valami hasznos tudást szerezzenek. Igen. Már középiskolában. Igen. Ugye mi gimnáziumban jártunk, te is. Igen, igen, igen. Tehát ott megtanulhatjuk, amit a gimnáziumban taníthatnak, viszont egy szakképzési centrumban, szakközépiskolában teljesen más a helyzet. Igen, itt már igen korán elkezdik, ugye 14 évesen jönnek a tanulók hozzánk, és ugye 5 éves a képzés, nagyon korán elkezdik. Hát ugye nehéz ám, gondoljunk bele, 14 évesen eldönteni. Nem mindenki van olyan szerencsés, hogy korán eldönti, hogy igazából mi is akar lenni. Viszont aki eldönti, annak az egy, hogy ez őt tényleg érdekli, annak borzasztó jó dolog szerintem ezt elkezdeni 14 évesen. Nagyon örülök, ha érdeklődnek, hát igyekszem is felkelteni az érdeklődést. Sokat rajzolunk kézzel, számítógépes, háromdimenziós modellezés módszerével, illetve hát ugye én úgy hívjuk, hogy építéstan, vagy magas építéstan, ezeket tanítom a legtöbbet. Hogy lehet ívet adni egy órának? A 14 évesektől a 18 évesek, akik már tulajdonképpen adott esetben hivatásul választják az építészetet? Mindenki egy picit másmilyen. Úgy meg kell figyelni azokat a diákokat. Egyrészt nehéz, mert most 30-36 fős osztályok vannak. Másrészt pedig mindenkire figyelni kell, hogy ki milyen egy picikét, amennyiben lehet. Mindenkinek más igényei vannak. Van, aki ügyes abban, hogy borzasztó jó kézügyessége van az alapoktól, akkor őt kiadom a rajzfeladatot, akkor őt tudom, hogy ő maga is meg fogja csinálni. Van, aki jobban átlátja a szerkezeteket, kevesebb magyarázattal. Hát érdemes egy kicsit differenciálni így a diákok De között. De a komplexitás az mindenképpen fontos. Igen, igen. És az odafigyelés. Hát ez másképp nem megy. És a türelem. A türelem, az hogy érted a türelem? Tehát nyilván ez nem könnyen tanulható. Függetlenül attól, hogy valaki érdeklődik az építészet iránt, azért ez egy bonyolult szaktárgy. Igen, nem könnyen tanulható. A türelmet úgy értem, hogy mindenki, aki gyerekekkel foglalkozik, annak türelmesnek kell lennie. Talán ezt nem is kell megmagyaráznom, miért.
Ugye, és ráadásul ők tinédzserek, ugye ebbe az életkorba, hát ha visszagondolunk magunkra ebbe az életkorba, bár már nem most volt az én esetemben, hát sok minden érdekelt, nem elsősorban az iskola volt a legnagyobb fókusz, hát fel kell kelteni az érdeklődésüket. Olyan, ugye most könnyen, úgymond, egyrészt nehéz, másrészt meg könnyen beszélek, ha most megnézünk egy általános közismereti tanárt, aki magyart vagy történelmet tanít, ahhoz képest én szaktanárként jön ez a srác, akit alapból ez remélem, hogy valamennyire érdekel, és akkor elmagyarázok valamit, elmagyarázok egy alaptestet, hogy akkor ez a sávalap ilyen mély, ilyen széles, így kell kiásni, és akkor utána előveszek egy tervdokumentációt, és akkor megnézzük, hogy nézd, ilyen alapot terveztem ehhez a házhoz, mert ide ilyenek a talajviszonyok. És akkor utána kiszoktam menni az építésre, és akkor csinálok fényképeket, videókat, és akkor ha látom már, hogy kicsit az érdeklődés úgy csökken, akkor ez a sok magyarázat most már sok volt, nézzétek meg a fényképet. Ugye valóságban ez így néz ki a terben, így néz ki a valóságban. És akkor csinálok egy videót, jött a mixer, tehergépjármű hozta a friss betont, és akkor most önti be a kőműves a alapgödörbe a betont, és így tömöríti, tessék, nézzétek a videót. Az én és akkor ilyen igen. Ja, bocsánat. Igen, parancs, hogy... És akkor ilyen egyensúlyt próbálok, hogy magyarázok, de amikor látom már, hogy hogy is fogalmaznak, nyúlnak az arcok, és úgy az érdeklődés az úgy csökken, akkor így próbálok bevetni ilyen érdekességeket, meg így a valósághoz kötni egy picikét, ezzel úgy fenn lehet tartani a figyelmet. De ez nagyon jó, amit mondtál, mert ugye az az általános, hogy a szakmai képzéseken gyorsan elválik az ocsó a búzától, mondják. Tehát azok a gyerekek, akiket érdekel az a bizonyos szaktárgy, azok egészen bizonyos, hogy figyelnek. A többiek azok szeretnének átmenni, úgymond, de hát belőlük nyilván nem lesz építész. A kellő tehetséggel rendelkeznek a mai fiatalok? Tehát nyilvánvaló, hogy azért a szülők, vagy példák, példaképek segítenek ebben, de sok olyan fiatal van, aki amikor elkezdi ezt a képzési rendszert, akkor valóban megmarad az építészetnél? Én úgy gondolom, hogy tehát nem szeretem beskatujázni senkit. Én úgy gondolom, hogy mindenki jó valamiben, az építészeten belül is. Csak meg kell azt találni, hogy miben. Tehát nyilván vannak olyan fiatalok, akik mondjuk, ahogy mondtam, alapvetően tehetséges és kézügyessége van. És gyönyörűen rajzol, anélkül, hogy sok mindent tanítanom kellene. Van olyan fiatal, akinek nagyon jó matematikából, és amikor számolunk egy anyagmennyiségeket, pillanatok alatt kiszámolja. Van olyan fiatal, akinek gyorsan szöveges feladatokat könnyen meg tud csinálni. Mindenki jó valamiben, csak meg kell azt találni, hogy miben jó, és ez a szakma pedig nagyon-nagyon széles. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenki, aki ebbe a szakmába be akar lépni, bármiben is tehetséges, meg tudja találni azt a szegmest a szakmába, amiben ő el tud helyezkedni. Én mindenkit arra biztatok, hogy tessék a szakmában maradni. Hát azért olyan sokrétű ez az építészet. Hát lehet, kérem, épületet tervezni, lehet kivitelezésben dolgozni, ahol az ember nagy társaságban embereket irányít, akkor lehet dolgozni hivatali körülmények között az építéshatóságon, lehet építőanyaggyártó cégnél dolgozni, lehet az oktatásban dolgozni. Tehát én úgy gondolom, hogy minden ember tehetséges valamibe, és a különböző tehetségeű emberek meg tudják találni ebben a szakmában azt a szegmest, amiben ő jól fogja érezni magát. Tehát kimondhatjuk, hogy ezért is a felsoroltak miatt is jó egyik oldalról mérnök tanárnak lenni, tervezőnek lenni, szakértőnek igen. lenni. Igen, 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 igen. Jó dolog. Én ezt nagyon szeretem. Ha még egyszer választanék, akkor is ezt választanám. És így a kettőt együtt, így kicsit így szakmát gyakorolni, meg a suliba beszélgetni a fiatalokkal, ez egy nagyon jó így együttes. Jól érzem így magam. Mit kívánhatunk neked és a családodnak így egy ilyen beszélgetés után? Hát nem is tudom. Ez hirtelen jött ez a kérdés. Hát nem is tudom, jó egészséget kívánjunk egymásnak. Jó, akkor sok-sok fantasztikus épületet, jó olyan diákokat, akik figyelnek a felkészült tanárukra, és hát egészséget és boldogságot a családnak, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Kis Zsolt volt, építészmérnök, tervező, műszaki szakértő, és mindenek felett tanár is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.